Fontos az, hogy az emberek azt, amilyen tapasztalatot, tudást összegyűjtöttek, akik jó megoldásokat találtak a gazdálkodásukban, akik képesek lényegesen nagyobb társadalmi szerepvállalásra, mint esetleg a környezetükben oly sokan, azok megmutassák, hogy mire képesek. A médián keresztül a többiek elé is példaként legyenek állíthatók, mert az a meggyőződésem, hogy így tudják igazán átadni a tudást. Így tudják átadni a jó megoldásokat, az új technológiát, az új ismereteket, de azt is át tudják adni, hogy felelősek vagyunk egymásért, hogy segítenünk kell egymást, hogy csak együtt lehetünk sikeresek, tehát közösségépítés. És ezeknek az embereknek az elismerése, akik éveken keresztül, vagy van, aki évtizedeken keresztül dolgozik, önzetlenül, őszintén, tisztelettel, egy ilyen elismerés azt hiszem nagyon sokat tesz. Mert ők soha nem kérdezték, hogy mit kapnak azért, amit tesznek, hisz tudták, hogy sokszor semmit, vagy esetleg még kritikát is. Az a meggyőződésem, hogy így valami keveset tudunk nekik adni vissza abból, amit ők adtak, de ugyanakkor példaként is tudjuk állítani a többiek előket. Ez a magyar parasztság szempontjából mindig így működött. A falu első gazdájára mindig odafigyeltek. A falu első gazdája elkezdett vedni, másnap elindultak a gazdák, a többiek is, hát mentek, mert megkezdődött a vetés. Bármilyen egyéb munkánál ugyanez volt a helyzet. Mindig volt minden faluban olyan ember, akire felfigyeltek, odafigyeltek, aki mértékadó volt. Mértékadó gazdák, akik nem csak hajlandók voltak, hanem tudtak is érdemben segíteni. Én úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik példát adnak másoknak, azok megérdemlik az elismerést.